egyenes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk! A műsor támogatója a T-Systems Magyarország ZRT, a nagyvállalatok digitális szolgáltatója. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádióban. 0630 2010 909, itt lehet minket elérni Viberen, WhatsAppon, SMS-ben. millásreggeli.hu az oldalunk címe, és a Facebookon pedig Messenger alkalmazással küldhettek nekünk információkat. A stúdióban Ács Gábor. És Kántor Endre. És a kedves hallgatók, közlekedési infót küldtek? Közlekedést éppen, ha jól látom, nem, ellenben a Grace Jones-ra jöttek pozitív észrevételek, viszont... De, igen, jó jön a közlekedés. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy. Ó, kettő baleset is van, az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt történt baleset, illetve a Hungária körúton, a Salgó-Tarjáni utcánál az Árpád híd felé vezető oldalon történt egy baleset, ezt a BKK-tól kaptuk ezt az információt, és hát ugye a Szerencs utca miatt a Mogyoródi szakaszon és az M0-as autóúti csomóponttól befelé a 7 kilométeres torlódásban legalább fél órát araszolgatnak a járművek. Azt mondja, hogy M1-es, M7-es bevezető meglepően suhanós, baleset volt érnél, teszi fel a hallgató kérdést, nem látunk ilyet. Hungária délfelé tömött, de haladós. Ez az információ jött még. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. Na, nézzük akkor, hogy a világgazdaság összefoglalójában mi szerepel az, hogy Budapesten költhetnek a legtöbbet a magyarok. Hát igazából a cím az nem annyira meglepő, hiszen talán mindenki érezte, hogy Budapest valószínűleg a legdrágább, hogyha magyarországi viszonylatban nézzük. Talán a Balaton tud vele kacérkodni, de szerintem a második helyre szorul vissza. Minden esetre hazánkban az egyfőre jutó átlagos vásárlóerő 7643 euró, ami az európai átlag 51%-ának felel meg. Ezzel idén is a 30. helyen állunk az országos összehasonlításban. Ez olvasható a GFK vásárlóerő 2021 tanulmányában. És hogyha alapvetően megvizsgáljuk itt az adatokat, akkor azt lehet látni, hogy az egyfőre jutó vásárlóerő 2021-ben nominálisan 1,9%-os növekedést fog elérni, ez mérsékelt növekedésnek köszönhető. Minden esetre a 19 magyarországi megyét és Budapestet vizsgálva kiderül, hogy a legmagasabb vásárlóerővel rendelkező térségek ismét meg tudták védeni a helyüket a rangsorban, a főváros továbbra is egyértelmű fölénnyel az első helyen áll. Itt az itt élőknek egy főre vetítve 9722 euró áll rendelkezésére. Ez azt jelenti, hogy a budapesti lakosok költési potenciája valamivel több mint 27%-kal haladja meg az országos átlagot, viszont így is közel 35%-kal marad el az európai átlagtól. Na, akkor csak gyors közlekedéssel kapcsolatos infók. A 30-as buszokat is elérte az első ajtósítás, de csak a hétvégén. Az holnap lép életbe. Ez lesz az első hétvég, amikor ott is csak az első ajtót nyitják a sofőrök, és föl kell mutatni a bérleteket, és ami sokakat érint, mert egyik legforgalmasabb csomópont Budapesten, a Blahán áthelyezték a buszmegállót, hát ott azért percenként több busz is közlekedik. A keleti pályaudvar irányába nem a jól megszokott helyen, hanem kijebb, a kereszteződés után a Csokonai utcánál lesz a megálló. Tehát teljesen máshol kell már följönni az aluljáróból is. A Balaton tér felújításához kapcsolódó változás már életbe is lépett. Hát egy nagyon durva sztori, és mint kutyatulaj azt gondolom, hogy ez nagyon fel kéne lépni ez ellen. Szöges kolbászdarabkákat szórtak ki több budapesti kutyafuttatóhoz.
Ugye eleve probléma az, hogy normálisan az ebeket hogy lehet sétáltatni, futtatni. Vannak erre nagyon-nagyon-nagyon jó példák, a Városligetben például, de máshol is. Úgyhogy ott például lehet, de úgy tűnik, hogy egyre több budapesti kerületben panaszkodnak arra az állatbarátok, hogy valakik szándékosan tűkkel és szögekkel tűzdelt kolbászdarabkákat szórnak el a kutyafuttatók közelében. Az állattartóknál betelt a pohár, elegük van abból, hogy életveszélyes fenyegetéseknek vannak kitéve kedvenceik. Hát meg nem csak életveszélyes, nyilván az a legfontosabb, de hogyha akár csak megsérül az állat, akkor is egy ilyen óriási kanosszajárás kezdődik az állatorvostól kezdve, minden, ami rengeteg pénz is, idő is, probléma is, és hát nyilván a szegény kis állatoknak és gazdíjaiknak nem jó. Minden esetre, hogy igen, most a negyedik kerületben is hasonló a helyzet, erről panaszkodtak, azt mondja, hogy az újpesti Szent László téri kutyafutató területén törött üvegcserepeket szórtak szét, ott az egyik állat mancsát sebesítette súlyosan meg. A kerületi állat és természetvédelmi járőrszolgálat bejegyzése szerint ez sem az első eset, és szerintük szándékosan hagyták ott ezeket a törött üvegcserepeket. Tudom, ez kinek jó és miért. Hát, nem kell, ez ebből. Borzasztó. Aha. Ez megmagyarázhatatlan. Egy újabb apró kiegészítés a Summer of 69-hoz. Okay. Brian szerzőtársa írta, Jamie Wallace, aki viszont 52-es születésű. Értem. Tehát ő már 17 évesen benne volt a buliban. Ő már benne volt a pop életben. Rögtön jobban érthető. Okay. Keszthely Dunakeszi útvonalról is érkezett információ, 2 óra alatt abszolválható, és Budapesten is a budaörsi alkotás budai rakpart még kiváló. Köszönjük Majának. Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el. Követ